Béli Barna itt velem a stúdióban, most már Nagy Feró nélkül. Mert először találkoztam. Lehet, hogy így jobb. De nem mondjátok el neki. Nem, úgyse hallottál, ezt most csak így nézem. Jaj, de jó, most legalább megnézzük, akkor látjuk, hogy szívatom. Így van, így van. Nem, most senkivel nem fogunk összeugrasztani. Viszont hát kialakult a két elődöntőnek a mezőnye, és így azért szerintem más előre, vagy pontosabban visszatekinteni az első pár dalra, akkor sokkal nehezebb zsűrizni, sokkal nehezebb pontszámokat adni, de most megvan a két elődöntő. Mi az, amit másképp csinálnál, vagy mi az, aminek örülsz, hogy az jó, hogy úgy azt mondtad, úgy mondtad, és olyan pontot adtál. Nézd, én azt hiszem, hogy ez a műsor formátum, főleg ez a pontozás, ez mindenkinek nagyon-nagyon új dolog, és ez nehéz hozzászokni, hogy ilyen nagy szavon a közönségnek, de nekem tetszik. Ezt múltkor is elmondtam, ezt el szoktam mondani. Nem hiszem, hogy bármikor más pontokat adnék. Nekem a nehéz menet az most a második elődöntő volt, ahol úgy éreztem, hogy sokkal kiengyenlítettem a mezőny, mint az első meg a harmadikba. Most egy picit szőrösebb szívű voltam azért, hogy jobban látszoljanak a differenciák, jobban látszanak a különbségek a véleményembe. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem csinálni semmit másképp. A mai nap volt még meglepetés? Vagy hát azért nagyjából ismeritek a számokat, tudjátok, hogy melyik előadótól mitre lehet számítani, de az élőadás az, igen, az egyetlen egy sansz, pozitív, ami van ott. A pozitív meglepetés mondani, hogy köszönöm szépen a közönségnek, hogy a Turbónak azért adott szavazatokat, meg a Tortugának, szerettem a rockzenekarokat, de nyilván itt most nagyon sok tárom olyan szám is volt, a Tortuga, a Rácsberg, Orsolvai René, meg a Turbo, ami nagyon közel áll a szívemhez. És, ennyit arról, bocsánat, hogy az elején nem nagyon rossz indulni ugye versenyzőként, igen, mert mi mindig félnek attól, csak elsőnél legyek, nézzük a beosztást, hova sorolják őket, és mégiscsak hát az elsőnél volt a legfényesebb kritika. Szóval egy fantasztikus előadást láthattunk, mert nagyon sok mindenki nagyon jó szerepelt. Örülök, hogy az Attilát tovább juttatni, szóval valahogy úgy érzem, hogy nekem pozitív hangulat állt a végén. Nyilván valakinek ki kell esni a versenyből, de ezzel most nem tudunk mit csinálni. Hát igen, erről szól ez a verseny. Meg arról, hogy akusztikus dalok is lesznek, sőt a két elődöntő az úgy fog kinézni, hogy akusztikus dallal kell felnézni, vagy hangszereléssel egészen pontosan. Na most pont egy mondjuk egy Tortuga, vagy egy Turbo esetében az akusztikus verzió, bár azért a rockzenében is meg lehet ezt oldani. És miért nem? Nyilván a Blackra gondoljuk csak. Egyébként pont erre gondoltam. Gondoljunk olyan dolog, mindig nagyon jó dolog, hogyha egy dalt, egy másfajta köntösben hallasz, és főleg ugyanattól a zenekartól, hiszen nem veszed el azt az üzenetet, amit ők adni akarnak, csak meg tudják mutatni még egy másik oldalát a dalnak. Egy jó dal igazából bármilyen hangszerrel is benne jó, ezért nagy kihívás. Egyébként ez az akusztik adás, és egyben pedig ez a szépsége is. Szerinted benne van az, hogy akusztikusan lesznek olyan dalok, amik még jobban fognak szólni, új értelmet kapnak, és abban az értelemben jobban fognak hatni a közönségre, vagy akár rá. Hát igen, most képzeljük el a Tortuga dalt, ami a piázásról szól. Pont most belük beszélgettünk. Igen, ugye, például azt mondjuk egy balladába, akusztikus gitárral. Hát figyelj, teljesen más fog jelenteni, egy ilyen, majdnem olyan szakítós dal lesz. De tényleg, hát meg kell oldani a srácoknak, most nagyon pörögnek, de akkor majd egy kicsit más arcukat kell megmutatni. Varna, köszönöm, hogy bejöttél hozzánk.